Készült a csoki torta, kávé és csoki torta, kókusszal, kókusz veszedékkel, kókuszsírra, Linert itta. Azt akartam mondani, hogy nem nagyon tudunk megszólalni, mert hogy gyakorlatilag elkezdtünk falatozni, és elképesztően finom. Még azért nézzük meg ezt a művész érzéket, ezt egyébként mind Anett vadászta le. Nem igaz, itt van belőle két szelet. Én is ettem belőle egy szeletet. És a Gitta is evett már belőle. És én is elkezdtem, tehát tényleg nem tudtuk kivárni az adás kezdetét. Nagyon finom lett. Nagyon finom. Bár és azt mondta Gitta, hogy hidegben kell tartani, hogy ne essen szét a torta, mert elkezd dolgozni. Igen, végül is a kókuszolaj, ami összetartja az egészet, az a lényeg, hogy szobahőmérsékleten az ugye elkezd folyni, és dermet csak legyen. Dermet legyen, igen. Tehát ezt hűtőszekrényben kell tartani, és onnan kivenni. És nem ez a reggeli, meg nem ez az ebéd, meg nem ez a vacsora, hanem én igazából ezt alkalmakra ajánlom. Tehát uzsonna délelőtt. 10 óra is az uzsonna. De ebben most nincs cukor, ugye? Nincs cukor, de érzed, hogy nem is édes. Annyit ehetek, amennyit csak akarok. Szénhidrát tartalma azért ugyanúgy van. De a természetes szénhidrát az teljesen más, mint a finom. Másképpen gondolják le, persze. Ez így teljesen oké. A lelkednek? Jó. Mindenhogyan teljesen oké. Ez a lényege itt, hogy az összetevők a természetes formában tartalmazzák a szénhidrátot, zsírt és a többi tápanyagot, akkor sokkal barátságosabb az emésztésnek. Nagyon-nagyon finom a krém. Ugye azt mondtad, hogy ez kesúdióból készül, de hogyan? Kesúdiót összeturmixoltam vízzel, édesítőszerrel, ami most agavé szirup volt, de lehet méz vagy Jakob szirup, vagy tehát bármilyen. Mézet is rakhatunk bele? Mézet is lehet belerakni, igen, aki nem vegán, az nyugodtan használ mézet. És belecsurgattam olvasztott kókuszolajat. Uh-huh. És ez az a csodaszer, ami szilárdá tesz, igen, mert végül is egy elturmixolt kesudi az egy krém. Tehát az folyik, sűrű, de folyik. Tehát ha fölvágom a tortát, akkor az így kifolyik a tortából. A kókuszolaj az, ami segít megtartani. Meg kell találni a helyes arányt, mert ha túl sok benne a kókuszolaj, akkor pedig olyan zsíros, hogy eszel belőle egy falatot, és azt mondod, na jó, többet nem is kérek. Igen. Tehát nagyon meg kell találni azt az arányt, ami... Mennyi a napi megengedett mennyiség ebből? Ebből? Egy szelet mondjuk. Egy szelet. Akkor nem a korlátlan megvan, lehetek. Megvan, teljesítettem. Holnapra is meg vagy meg. Köszönjük szépen. Köszönjük. Finom lett, tényleg. Köszönjük.